Szakmai napot szerveztek ma a pedagógusoknak, 15 intézményből hívtak résztvevőket. Azonnal mondjuk, mi mindenről volt szó a konferencián, előtte azonban nézzék meg a többi hírünket egy-egy mondatban. Megérkezett az új vetítőgép a moziba, a legmodernebb technológiával működik. Házhoz megy a zenede, a hangszertanulásra ösztönözték a kicsiket tegnap délután. És sportolj télen is, a hideg hónapokban is hasznos a szabadtéri mozgás. Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket a Városi Televízió csütörtök esti híradójában. Szakmai napot szervezett pedagógusoknak, intézményvezetőknek a Híd gyülekezete fenntartásában működő Örkényi úti iskola. 15 intézmény dolgozói vezetői hallhattak előadást, több más mellett a pedagógusok önértékelési és minősítési feladatairól. Hegedűs Ágota alpolgármester köszöntötte annak a szakmai napnak a résztvevőit, amelyet a Híd gyülekezete fenntartásában működő Örkényi úti általános iskola szervezett. Az oktatási hivatal két osztályvezetőjét hívták meg, hogy a pedagógusokat és az intézményvezetőket érintő fontos és aktuális témákról tartsanak előadásokat. Az előadások a pedagógus életpályával kapcsolatban a pedagógus minősítés, illetve az önértékelés és tanfelügyelet, ami ebben a tanévben egy viszonylag komoly projekt az országban. Ezzel kapcsolatosan szerveztünk egy regionális szakmai napot. 15 intézményből érkeztek pedagógusok és intézményvezetők, nem csak Ceglédről és a térségből, de Budapestről, Tápió-Szentmártonból, Nagykőrösről, Hajdúsámsonról és még Debrecenből is. Azért fontosak a hasonló szakmai napok, mert számos és folyamatosan gyarapodó kihívással kell szembenézniük a pedagógusoknak. Általában is, de most a járvány miatt még inkább, mondta Rácz Tibor. Főleg általános iskolákban, a alsó tagozatos kollégáknál, ahol ugye az online oktatás az nagyon-nagyon nehézkes, de azt gondoltuk, azt terveztük a szakmai napunkkal is, hogy mindenképpen szeretnénk a szakmai fejlődést elősegíteni a kollégáink részére, illetve úgy gondoltuk, hogy ne csak a házon belül, ne csak a mi kollégáinkat tudjuk továbbképezni, hanem akkor a városunk jóléte kapcsán az intézményeket meghívtuk, illetve vannak vendégeink Budapestről, Debrecenből, térség intézményéből. Rácz Tibor elmondta, összegzik majd a mostani rendezvény tapasztalatait, és természetesen tervezik, hogy folytatás is lesz. A mostani szakmai napon tehát az oktatási hivatal két szakértője, Marosi Katalin és Pintér Réka tartott előadást azoknak a pedagógusoknak és intézményvezetőknek, akik el tudták fogadni a ceglédi iskola meghívását. Mintegy 6 millió zsidó vesztette életét a náci haláltáborban a II. Világháború idején. Minden évben január 27-én emlékezik a világ a holokauszt áldozataira, annak emlékére, hogy 1945-ben ezen a napon szabadították fel az Auschwitz-Birkenau haláltábort. A 20. század pokla volt az Auschwitz-Birkenaui náci haláltábor. Az ide hurcolt és kínzott, éheztetett és meggyilkolt emberek milliói öröknyomot hagynak a világban. A holokauszt áldozatainak száma meghaladja a 6 milliót, de azok is áldozatnak tekinthetők, akik ugyan nem vesztették életüket, megmenekültek a haláltól, de megjárták a tábor borzalmait, hiszen az életük nem tudott a régi medrében folytatódni. A holokauszt nemzetközi emléknapja január 27-e, azért január 27, mert 1945-ben ezen a napon szabadították fel az Auschwitz-Birkenaui tábort. Az első ukrán front néhány katonája lépett be elsőként a táborba. A ceglédi zsidóság több mint 600 főt számláló közösségét 28 sárga csillagos házba zárták, majd átszállították a kecskeméti gyűjtőtáborba, onnan pedig Auschwitzba deportálták őket. Az egykori 670 főt számláló ceglédi közösségből 540-en soha nem tértek haza. Megérkezett az új vetítőgép a moziba, ami a legmodernebb technológiával működik. A gépet már tavaly évelején szerették volna megvásárolni, de sajnos a járványhelyzet és az alkatrészhiány miatt hiánycikké vált. Régóta várt álom valósulhatott ma meg, hiszen beszerelték a legmodernebb technológiával rendelkező 4K-s vetítőgépet a ceglédi moziba. A George Pál Filmszínházat üzemeltető Ceglédi TV Kft. Még tavaly nyújtott be kérelmet a fenntartó önkormányzatnak, melyben támogatást kért vetítőgép cserére, hiszen az eddig használt gép egyre rosszabb állapotban volt már,
csökkent a fényereje, és ezzel a mozizás élménye is. Az új vetítőgépre mintegy 29 millió forintos támogatást adott az önkormányzat. A járványhelyzet miatt azonban alkatrészhiány alakult ki, így hiánycikké vált ez a berendezés. A külföldön gyártott gép nemrég készült el, és most meg is érkezett a moziba. A vetítőgépet beszerelő cég munkatársa az új gép paramétereiről is beszélt. Az előző gép az még egy régi technológiás xenolézós gép volt, ez már a legújabb technológiás RGB lézervetítő 4K felbontással. Amit még szeretnék kiemelni, hogy Magyarországon ebből a vetítőből összesen a kisartmozik közül 2 darab üzemeltet ilyet, mint amit itt is a vetítőterembe, és ez a mozi a második ebbe a 4K-s vetítőbe RGB lézerrel. Mindemellett az üzemeltetési költségekben is jelentős a különbség. Ennek a fogyasztása, ennek a vetítőnek, ez körülbelül az 1/3 annak, ami az előző vetítő volt, és ami még nagyon fontos, hogy a magát a vetítőgépben nem kell izót cserélni, mert ez egy lézer technológia, és körülbelül 40 ezer óra az, amit bír vetíteni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha 10 évig folyamatosan megy, akkor sem kell plusz költséggel izzót vásárolni, hanem ez az üzemeltetési időben benne van. Az új vetítőgép péntektől üzemel majd. A megküldött határozatot, illetve a jelenleg érvényes lakcímkártyájukat kell magukkal vinni a kormányablakba azoknak, akiknek lakcímváltozással kapcsolatos ügyet kell intézniük, hívja fel a figyelmet a címzetes főjegyző. Rövid híreink következnek. Az ingatlan tulajdonosokhoz intézett felhívást dr. Diós Győri Gitta. Kéri azokat, akik korábban lakcímváltozással kapcsolatos határozatot kaptak, és a változásokat még nem vezettették át, pótolják. Az ügyet a kormányablakban kell intézni, ahová a határozatot, illetve a jelenleg érvényes lakcímkártyát kell magukkal vinni. Megjelent a Hírmondó legfrissebb száma. Az önkormányzat lapjában az elmúlt hetekben történt városi eseményekről, hírekről láthatnak képes beszámolót, de a Művelődési Központ galériájának csipke kiállításáról is olvashatnak benne épp úgy, mint a Zöld Otthon program kínálta otthonteremtési lehetőségekről. Az aktuális mozi műsor mellett dr. Koltói Ádám jegyzete és könyvajánló is helyet kapott a lapban, de megtalálhatóak az újságban az április 3-ai választásokról szóló tudnivalók is. Az ingyenes kiadvány a napokban minden ceglédi háztartáshoz eljut. Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme és az önkéntes pénztári, nyugdíj előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénztári igazolásokat. Ezek alapján ellenőrizhető az SZIA bevallási tervezet és az adóvisszatérítés összege, írja közleményében a NAV. Aki ügyfélkaput használ, vagy más KÜ azonosítót, a NAV által elkészített adóbevallási tervezetét legkésőbb március 15-től elérheti a NAV honlapján. Amennyiben valakinek még nincs ügyfélkapu hozzáférése elektronikusan vagy a NAV ügyfélszolgálatain és a kormányhivatalokban pár perc alatt regisztrálhat. Akinek nincs KÜ azonosítója, az március 16-áig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását. Egyebek mellett például SMS-ben vagy az ESZIA oldalon elérhető webes űrlap kitöltésével, de akár levélben, telefonon a 1819-es hívószámon és személyesen az ügyfélszolgálatokon is. A rockzene történetét bemutató előadáson vehettek részt tegnap délután ceglédi kisiskolások a Kossuth Művelődési Központban. A házhoz megy a zene, de oktatási centrum célja, hogy minél több gyereket ösztönözzenek arra, hogy hangszeren tanuljanak. Éppen ezért kiállítást is hoztak magukkal, ahol a kicsik kipróbálhatták, ha csak pár percre is, milyen rockzenésznek lenni. Óriási buli volt tegnap délután a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Több mint 300 kisgyerek tombolt a házhoz megy a zene, de rock történeti előadásán. Táncoltak, tapsoltak, az első sorokban pedig igazi rock koncert hangulat alakult ki. Tíz évvel ezelőtt hoztam létre a házhoz megy a zene előadást, azzal a céllal, hogy a gyermekeknek bemutassuk a könnyű zene történetét, és
kicsit kaput nyissunk a zene sokszínűségére. Először a Pop legendák sorozattal indultunk el, ami 9 évig tartott a turné Magyarországon és határon túli magyar lakta településeken, és most az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásában egy 37 állomásos, 60 előadásból álló nagyszabású turnén vagyunk, ami április 30-ig fog tartani. Az egész program egy tornateremből indult, ma pedig színháztermeket töltenek meg. Az előadás célja a fergeteges bulin túl az, hogy a gyerekek minőségi élőzenét hallgassanak, valamint, hogy minél többen tanuljanak hangszereken. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok diákban és nagyon sok gyerekben valamilyen szinten sikerült csiholni egy olyan fajta lángot ez irányban, ami hogyha nem is abban fog majd tornyosulni, hogy eljutnak majd ők is színpadokra, hanem egy adott ponton esetleg ki tudják fejezni az érzelmeiket a hangszeren, vagy akár énekkel, vagy dallammal, tehát a zenén keresztül, az már szerintem nagy siker. A koncert után autogramkártyákat kaptak a gyerekek, majd az előtérben fényképezkedhettek is a zenekarral. A zenede hangszerkiállítást is hozott magával, így a kicsiknek lehetősége volt kipróbálni, egyebek mellett a zongorát, a gitárt és a dobot is, mielőtt hazaindultak. Én nagyon jól éreztem magam. Nekem nagyon tetszett, meg elfáradtam egy kicsit. Míg a gyerekek kitombolták magukat, a zenészek feltöltődtek nekik köszönhetően. Az energiára pedig szükségük is lesz, hiszen a turné április után Erdélyben folytatódik. Nem kell száműznünk életünkből a sportot télen sem. A leghidegebb hónapokban is érdemes minél több időt mozgással tölteni a szabad levegőn. Persze figyelni kell a bemelegítésre és a réteges öltözködésre. A szabadtéri kondiparkokat épp úgy sokan használják, mint például a fürdőtónál lévő futókört. Csodaszép környezetben jó levegőn élvezi a mozgás örömét Licsák Zoltán és rajta kívül még sokan, akik a futás szerelmesei. A Budai úti fürdőnél található tó körül minden napszakban sok futót látni, még ilyenkor télen is, hiszen tévedés azt hinni, hogy a mínuszokban nem javasolt kint sportolni. Nagyon is jót tesz a szervezetnek, persze néhány dolgot mindenképpen be kell tartani. Fontos, hogy megfelelően fölöltözzünk rétegesen, főleg az izületeknél figyeljünk, hogy azok legyenek melegek. Előtte érdemes bemelegíteni, kicsit még odabent a melegben mozogni, és akkor utána kimenni és egyből elkezdeni a futást. Az első néhány perc ez kellemetlen, akkor hideg, viszont utána fölmelegszik ugye az ember, és akkor onnantól már kellemes a hőmérséklet ugye a mozgás miatt. A minőségi ruházatra és cipőre mindenképpen érdemes picit több pénzt áldozni, mondja Zoli, aki hetente 6-7 alkalommal fut. A mozgás nem csak a testnek, a léleknek és a szellemnek is frissítő élmény. Cegléden egyébként komoly kultúrája van a futásnak, és egy nagyon jó közösség is kialakult már évekkel ezelőtt. A Cegléd Oroszlányai Futóklub tagjai nem állnak le. Ha a járvány miatt most kicsit kevesebbet is tudnak találkozni, a sport szeretete összetartja a csapatot. Jelenleg most ugye a Covid miatt nincsenek közösségi futásaink, de egyébként mindenki, ahogy látom a csoportban, rendszeresen fut, kimegy, tehát akik már régebb óta csinálják, ők rendszeresen kimennek télen. Vannak, akik ilyenkor futnak többet, meg hosszabbakat, viszont ugye lassan futunk, hogy a levegőt ne kelljen hirtelen kapkodni. Nem csak a futópályát, a szabadtéri kondiparkokat is érdemes használni, a hűvösebb hónapokban is. Cegléden 3 is van belőle, a Gubodi kertben, a Vörösmarty téren és a Budai úti fürdőnél. Itt a Gubodi kertben található eszközöket inkább a középhaladó és haladó edzettségi szinten lévőknek érdemes használni. Tisztában kell lennünk vele, milyen fizikai állapotban vagyunk, mielőtt elkezdünk edzeni, és bárkiről is legyen szó, a bemelegítést nem szabad megspórolni. Erről beszélt még korábban híradónknak Facskó Szidónia személyi edző. Nagyon alapos bemelegítéssel kell kezdeni, tehát fejtől lefelé tényleg mindent alaposan bemelegíteni, és nem az, hogy adhok jelleggel fölállunk az eszközökre, mert akkor biztos, hogy sérülés lehet belőle, illetve ugye nyilván minél hűvösebb van, annál rétegesebben öltözünk, tehát hogy ne csapjon be minket az, hogy tök jó süt a nap, és akkor biztos jó idő van, tehát igenis fel kell öltözni, és úgy kell az edzésen is részt venni, hogy azért mégis rendesen, még akkor is, hogyha nagyon melegünk van és nagyon izzadunk, de öltözünk fel és melegítsünk be alaposan. Meg kell tanulni az eszközöket helyesen használni, hiszen könnyen izom és egyéb sérülést szerezhetünk, tette hozzá a személyi edző. Ezzel a sportos hírrel köszönöm meg mai figyelmüket, friss híradóval legközelebb majd holnap este a szokott időben 6 órakor jelentkezünk.
Most pedig a folytatásban háttérmagazinunk jön, tartsanak velünk továbbra is. Ha lemaradtak volna híreinkről, a Városi Televízió weboldalán és YouTube csatornánkon is megtalálhatják. Viszontlátásra!